Itt az idő! Itt az idő, hogy ez a csatorna megváltozzon. Azért ez a név, mert ezt a külföldi nézők is ki tudják mondani. Lássuk be, az, hogy Zsolti, esélytelen. Leírni, dehogy. Szimplán egyszerűbb így. Pörgessük fel egy kicsit ezt a YouTube csatornát. Induljon el egy vlog. A vlog az olyan, mint a blog, csak videós form. Na Google, keressétek! És hogy ki vagyok én? Én vagyok az, aki ebben az országban először, szinte teljesen önállóan, két kezével építette meg ebből ezt. És aki bejárt vele azóta klipforgatást, kiállítást, koncertet, tévéműsort, ahol mindig kit volt a főhős. Legyük őszinték, megirigyeltem a reflektorfényt. Gyertek velem, szórakozzunk egy kicsit, kapcsoljunk ki a napi rutinból 10-15 percre. Felejtsd el, hogy szekál a főnök. Vagy a gyerekek veszekszenek a szemtűzoltó figurán. Kapcsolj ki! Nem lesznek száraz, unalmas tesztek Opel Astra F-ekről. Gérősen. Nem fogjátok azt hallani, hogy kanyarban kicsit félrehúz, egyébként meg nagyon jó választás. Nem lesz ilyen. Semmi ilyesmi nem lesz. De az továbbra is érvényes, hogy mutatok igazán különleges járműveket, és megígérem, hogy igyekezni fogok csak jó kedvet és pozitív energiát átadni. Amit a videókban fogtok látni, az én két, ez meg a másik, két kezemnek a munkája, nincs segítségem. Én fogom vágni, én fogom a zenét aláválogatni, én fogom a kamerát, minden, ugyanúgy, mint az autónál. És ami még fontos, politika nem lesz benne. Ha van az életednek egy számodra állandó, de mások által nem olyan gyakran tapasztalható része, mint például mélytengeri búvárkodás. Eszedbe jut, hogy erről YouTube videót kellene csinálni. Az ember nyilván igyekszik megosztani azt, amit szeret, vagy amihez talán ért, és hát, ha ez érdekli a többieket. Nálam ez az autók, és az ezzel összefüggő szerelmem. Ezért ezt fogjátok látni. Biztos, hogy nem lesz tökéletes. De nem is ez a cél, hogy tökéletes legyen. Soha nem csináltam még ilyet, nem készítettem videót, életemben nem használtam vágóprogramot sem. Úgyhogy nézzétek el nekem! Mindemellett persze igyekszem minőségi tartalmat készíteni. Az elmúlt pár hónapban azért kicsit képeztem magam. Tehát, autós vlog, ma indul, pénteken reggel 8 órakor, újabb videó. Kezdjük el! A sztori röviden a következő. Megkeresett egy anyuka, aki azt írta nekem e-mailben, hogy a kisfiának ezen a héten van a 7. szülinapja. Boldog szüli! De a helyzet ennyire nem egyszerű. Benedek, mert így hívják a szülinapost, igazi Knight Rider rajongó. És mint nagy rajongónak, persze minden méretben megvan kit. Van pici méretben, közepes méretben, és óriásiban is. És mindezért ő egy igazi kitet szeretett volna látni. Viszont anyukája, Nikolett, úgy tudta, hogy Magyarországon nincs ilyen, ezért kedden Benedek mást kapott ajándékba. Nem a szombat van? És azóta Nikolett megtudta, hogy van Magyarországon egy-két. Mégpedig úgy, hogy megvolt a szülinapi buli. A buli után Benedek odavitte az édesanyjához az én egy régebbi videómat. Annyit mondott neki, hogy látod anya, mégis van Magyarországon kit. És én ezt szerettem volna kapni születésnapomra. De a te szüleid, akik mindennél jobban szeretnek téged, már régen elintézték neked azt, ami most jön.
Gyorsan megálltam. Itt vagyok 50 méterre, de kíváncsi vagyok, meg akarom nézni, hogy itt vannak-e már. Úgyhogy odalopózok innen a bokrok mögül, a kocsit itt hagyom addig. Csak nem viszél senki. Van ott egy kocsi. Most szerintem irányú fellépés. Hello! Itt egy pajti valakinek jött! Sziasztok! Nem hiszi el! Ha betörnénk egy épületbe vele, tudod, összetörjük a falat. Nem gondolod, hogy beprogramozhatnál engem arra az esetben, hogy nem térnél vissza. Mondjak néhány érdekességet. Igen. Próbálkozhatok úgy, hogy egyedi példánynak lenni roppant szívmelegető érzés. Mi lenne, ha körbe-körbe pörögnénk, még senki sem csinálta? Vagy ha áthajtanánk egy tűzkeréken, vagy lángoló kerekekkel röpülnénk éjszaka, az ilyesmi különösen látványos, nem gondolod? Úgy működik, hogyha megnyomod a gombokat, ott. Ezek? Igen, azt a másodikat, nyomd meg. És itt is kapcsolja. Nagyon hallgatlan vagy, valami baj van. És hogy ugratsz? Wow! Úgy igen! Megérte várni? Igen. Meddig maradunk? Nem vagy fagyva teljesen. Melyik ide oda? Olyan videót? És ki volt benne? Szórakozó helyeken, ahol a közönség nagyobb mennyiségű azt alkotott tartalmat könnyebb, mint bizalmas információt megtudálom. Csak ne felejtsd el, hogy te nem szoktad ezt tudni. Mesélj, mi volt abban a videóban? És ugyanígy beszélgetett minden? Ha nem lennék, mehetnél gyalog. Látod? Látod? Jó, hát ti nem, nektek van másik. Elmegyünk egy körre? Na? Mit szólnál hozzá? Vészhelyzet. Utasítást kéne. Nem kell vezetni. Majd én vezetek. Parancs megerősítve. Végrehajtási időtartam 4,5 perc. Ha? Jó. Benne vagy? Méltányolom a kívánságodat. Na gyere, cseréljünk helyet. Indulhat? Mehet a kör?
Mentünk egy kört, igaz? Igen. Jó volt a kör? Már vártam ezt a kérdést. Hát nagyon. Tetszett a kocsi? Igen. Hát szerintem tetszett. Igen, tetszett. Jó ajándék? Igen. Tessék. Benedek, boldog szülinapot neked. Köszönöm. To my old hometown, picking up the years I leave behind, getting in my car, I drive memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out on the bleachers when no one could see. Moved a few times, but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. You made me happy, we danced through the night. Life was music and I was your wife.